Szevasztok kacok, itt vagyunk a Mohegan Sun kaszinóba, most megyek fotózásra, és ugye megmutatom, hogy itt a hotel szobából hogy kell átjutni az arénába. Elég nagy az épület, szóval gyertek velem, és megmutatom nektek, hogy milyen itt a hotelből átmenni a kaszinóba, ahol az aréna van, és ott lesz a fotózás is. Ja, egyet tudnotok kell, hogy amikor kimegyünk a szobából, akkor mindig ezt a fantasztikus maszkot viselni kell, de hál' Istennek a Bellator csinált ilyen maszkot, amiből nem nagyon fulladok meg, szóval ez tök jó. Szóval itt a liftnél mindig szokott állni a szabró, egy csávó, aki csekkolja, hogy mindenki van egy maszk. Látjátok, mindenhol ki van írva, hogy be social, be safe. És ki vannak rakva a matricák, hogy tartsuk a távolságot. Szóval így a hotel szobából elég hosszasan kell sétálni. Körülbelül egy 5-6-7 perc alatt élek át a hotel szobámból a kaszinón keresztül az arénába. Ugye egy épületen belül van a hotelszobánk és az aréna, ahol bunyózni fogunk, és közötte pedig van egy kaszinó. Ez az egész épület, ami ide épült, az szerintem a kaszinó köré épült, és úgymond egy ilyen szórakoztató központ. Most meg még azt is kell csinálnom, hogy megvolt ugye a Covid tesztem, az negatív lett, és minden nap délig le kell mennem ellenőriztetni a testhőmérsékletemet. Hogy nem csak mi vagyunk itt, hanem sokan mások itt a hotelben vannak vendégek, van itt spa, meg mindenféle. Amúgy kívülről tök jól néz ki, majd ha lesz időm, akkor kimegyek. Most már elhagyhatom a hotelt, így az erdő közepén vagyunk, de meglepő, azt hittem, hogy itt végre fogok szívni friss levegőt, de ugyanolyan kicsit, olyan párás idő van, mint Floridában. Na, figyeljétek, itt vagyok a lobbiba, és innen megyünk át a kaszinó részbe. Mozgó lépcső, tényleg jól néz ki ez a hely. Van bár van, de ahogy látjátok itt is, mondjuk nem, azt látom, hogy a legtöbb üzlet nyitva van, de itt is ki van írva, hogy a maximum 6 ember lehet bent, meg ugye csak 11-től nyitnak. Na és itt megyünk át a kaszinón keresztül. Látjátok, itt vannak ilyen eligazítások. Elég üres még a hely, de itt is azért már lézengenek az emberek, főleg ilyen öreg nénik és bácsik vannak, de ugye mindenki maszkban van. Ennek ezek a félkarú labdák. Volt már olyan, itt eltévedtem itt a kaszinón belül, és nem találtam oda az arénába, kicsit eltévedtem. Kurva nagy az a kaszinó. Itt van a Bellator MMA főhadiszállása, látjátok, iroda, Covid-teszt, hőmérsékletcheck, fighter check-in, a edzések, social media, public relations. Na és most lesz ilyen hőmérsékletcheck. Good morning. Thank you. And the photo shooting is there? Yep. Okay. Do you have a schedule now? Yeah, 11. To the left. Okay, okay. Thank you. Oh, yeah. Szóval itt kell várakoznom a fotózásra, amíg a másik nem végez. Ott vannak benn. No, I don't like it. You can fist. Right hand a little lower. Good. Make it a hook. Make it a pose. Yeah. 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 Smile. Good. Give me just one. All right. Yes. And look at camera. You can smile. Yeah, great. Excellent. Will you put your mask on? Yep, look at the bicep. And look at camera. And then Jimmy, grab the glove again. That's it. My man. Meg vagyunk a fotózásra, és megmutatom nektek, milyen itt az edzőterem. Szóval itt vagyunk a piros saroknál. Látjátok, hogy mikortól meddig van nyitva a edzőterem. Ott vagyok én is. What's up, my man? What's up, brother? Aztán látjátok, mindenkinek így el van kerítve a kis edzőterme. Ez a Chandleré, ő a csapattársam. Itt van Mitriuna edzőterme. Edzőterem. Vicces. És itt van az én locker roomom. Greg, Sean, meg Henry lesz a sarokba. Függönnyel körbe van kerítve. És figyeljétek. Hopp. Le van tatamizva. A függönyt elhúzod, nem tudom hány négyzetméter lehet, ez nem túl nagy. És adtak mindenkinek egy ilyen hordozható szaunát, amit a mérkőzés, vagyis a Fight Week után amúgy meg lehet tartani. Tipikusan azt mondják, mint mindenre így a hülye amcsik, ha nem kell, akkor dob ki. De hát én biztos, hogy megtartom, aztán hazaviszem, vagy valahogy valamit csinálok vele. Nézzük meg az arénát, hogy is néz ki. Elvileg ez egy marha nagy aréna, de amint látjátok, körbe van kerítve függönnye, ugye nem lesz közönség. Nem tudom, hogy berakták-e már a ketrecet. Tegnap még nem volt berakva a ketrec, itt oldalt volt. Hát ha... Aha, még mindig ott van. Ja. Aztán majd ide berakják a függöny mögé, sajnos nem nagyon látok így be. Jól érzem magam. Az első nap elég izgultam, amikor elindultunk. Zsófi kivitt a reptérre, akkor elég izgultam, de most már megnyugodtam, meg ahogy mindig edzek egyet-egyet, úgy egyre jobban megnyugszok, és jól érzem magam. Az edzés az mindig megnyugtat, és magabiztosságot ad számomra. Ugye nyilván most életemben először térek vissza vereség után, nyilván másképp érzem magam, mint amikor 14 meccset egyhuzomban nyertem, de jó formában vagyok, és meg fogom csinálni. Most meg gyerünk vissza a szobámba. Tehát itt ezek az apró szabályok. És újra itt vagyunk a kaszinóba. Hova kell menni? Látjátok, majd így a bunyó után remélhetőleg vastagabb lesz a pénztárcám, aztán kicsit játszani fogok itt a kaszinóba, remélhetőleg, de nagyon szeretném, hogy jól menjen a bunyó. Elég sokat itt voltam így Amerikában, ez a hülye koronavírusos időszakon, sokat gondolkoztam azzal, hogy hazamenjek vagy nem, de bíztam benne, hogy a Bellator újra fog indulni, és lehetőséget fog adni számomra, és végig edzettem, és hál' Istennek a második gálájukon meg is kaptam a lehetőséget, hogy bunyózhassak. Sajnos Campost kiesett, de találtak ellene helyette új ellenfelet. Ugye eredetileg Henrik Horál lesz, elbunyóztam volna, aztán jött Derek Campost, aztán jött ez az új srác, akiről sok minden nem tudni, annyit tudni, hogy divízió 1-es birkózó volt. Meglátjuk, milyen lesz. Szia, vágom!